Délután 4-től ismét megtelt a főtér zenével, ma is folytatódik a második Street Food, Street Art és Borsétány zenei programja. A híres forrásnál kialakított Neumann tribűnön ma is Kincses Szabi várta a fesztiválozókat, közben pedig a nagy színpadon elkezdte próbáját a ma esti sztár fellépő, a Melody Maker együttese, és hogy honnan ilyen ismerősek a színpad főszereplői, rögtön kiderül. A mai este folyamán a múltunkat hoztuk el, és a jelenbe áttesszük, és gyakorlatilag azok a slágerek, amiket mi a saját karrierünk során előadtunk és ismertté tettünk, azokat olyan dalokkal és olyan medlikkel fűszerezzük, ami a mi zenei világunknak egy fontos meghatározó része. Legyen az mai, akár egy Bruno Mars, Dua Lipa, ilyesmi, vagy legyen egy régebbi, ami mai napig népszerű, Tom Jones, vagy mondjatok ti is valami olyanot, Donna Summer, Tina Turner, aminek hát szomor aktualitása is van, ugye nemrég hunyt el, talán a legnagyobb rock énekesnő, és ebből raktunk össze egy olyan koncertműsort, aminek egy nagyon hát érdekessége, különlegessége van, hogy nem dalokat játszunk, hanem medliket. Vagyis a dalok 10-12 perces mix egyvelegekben szólalnak meg, csak is a legismertebb, legfülbe mászóbb részletek hangzanak el, semmi sallang, csak a szintiszta buli. Folyamatosan fenntartjuk az érdeklődést, és tényleg a zenei hatásokon kívül ugye vizuálisan is alá lesz támasztva ez a show, úgyhogy szerintem jól fogják érezni magukat ma este is. Mindenki a táncos cipőjét hozza, sportcipőt, vagy amiben bírja a két órás állást és a mozgást. Mindenki nyissa ki a szívét és a fülét és a kezét, mert mindenkire szükség lesz, óriási buli lesz. Általában velünk énekelnek a koncerteken a közönség tagjai, nézők, úgyhogy szerintem ez lesz ma este is, és nagyon-nagyon várjuk a kezdést. Szerintem óriási lesz. A műsor, vagy nyugodtan hívhatjuk showkoncertnek ideje alatt, 50 dal hangzik el az átlagos 15-17 helyett. Többszörös mennyiségű dal részlet, utalás, mindenféle egyéb ilyen átkötésben lévő gag szerepel. Tehát lesz bőven slágerparádi ismert dologból. Nagyon fontos, hogy azért a Shy Guys bestiák, a Bebe az ugye a Picasso-ba kezdett, a Back to Black-kel közösen folytattuk. Tehát, hogy mi a múltunkból azért hozunk egyvelegeket, tehát lesz magyar slágerparádé, meg egy magyar retro mixet is csináltunk, hogy a régi reflexek összejönnek. Egyébként meg hát nyilvánvaló, hogy a nap és világslágerparádé oda-vissza meg lesz. Kivetítőn meg mögöttünk megy az anno a régi felvétel, úgyhogy majd utána várjuk a visszajelzéseket a kedves közönségtől, hogy ki mennyit változott a 20-30 év alatt. A LED falon megjelenített animáció tehát nagyon fontos szerepet kap a show műsorban, mivel a dalok mondani valójához, a színpadi koreográfiához illeszkedik minden mozzanata. Van egy nagyon jó medli, amivel átvezetjük ezen a Bruno Mars, szerintem itt rögtön berúgjuk az ajtót, és bemutatkozunk, hogy megérkeztünk. Ez valahogy mindig úgy sikerül, hogy itt rögtön mindenki érzi, hogy miről van szó. Időnként előfordul, csak néznek, hogy nem olyan tudják hova tenni ezt az egészet, mert annyira komplex az egész, de azt vettük észre, hogy pár perc alatt ráhangolódnak, és onnantól kezdve velünk együtt énekelnek és táncolnak. Két medli között azért tudunk valamelyest kommunikálni a közönséggel, sőt, szeretünk is, és ez mindig meg is történik. Most nincs itt velünk, mert még nem érkezett meg, de Bebe, ugye ő a harmadik énekes, és hál' Isten, ő szokta vinni a pálmát, tehát ő nem hagyja szó nélkül a közönséget, és meg is mozgatja őket, de természetesen mi is, csak azért mondom, hogy ő mindenkit letaglóz az energiáival. Tehát Bebe, a Back to Black, Bedi, a Bestiák és Julian, a Shy Guys egykori tagjai ismert magyar és külföldi dalokat hoztak el Kecskemétre, amelyek szünet nélkül biztosítják a szakadatlan buli hangulatot. Bár állítólag elég messzire elhaladszik a koncert, csiripelték a kis madarak, de a legeslegjobban itt szól a főtéren, úgyhogy tényleg mindenkit várunk szeretettel. Az együttes csak annyit kér a közönségtől, hogy vegye át a hangulatot. A zenekar tagjai üzenik, ami fiatalon ment, az menjen most is.